Sok szeretettel köszöntünk mindenkit GameStar TV Arena, szó szerint majdnem a tengerparton, Szítyó, ami a Balatonpart. Itt van Szítyó is, Közép-Európa legszebb férfi felső teste, nem. Majd kipixelesítjük, ami szobabában volt. Nagyon-nagyon beach hangulat van itt, szó szerint, bár a nap lemenőben van. Első kérdésünket Petőfi Dávid tette fel személyesen, reméljük. No, ezeket te találod ki. Dehogy az előző arénában is ugyanez, a Szálasi Ferenc. Szálasi, meg Radnóti, meg Kosztolányi. Nem, ártatlan vagyok. Volt egy Szálasi nevű, most Petőfi Dávid tette fel. Ki milyen mesebeli hős gonosz lenne, ha lehetne? Ő farkas lenne az X-Menből, mert gyógyító képessége van. És karmája, szóval nagyon penge csávú. Karma van, bocsánat. Aha, ti mik lennétek? Hát én... Nem jut eszembe a neve. De melyik mesében? Melyik Kalamona. Sztorima? Kalamona? Aha, mindig megfogott, hogy így le tudott menni a kéményen. Egy hétszűnyű kapanyányi mondjuk. Nem emlékszem a szupererejére, de... Hát már a nevét kimondani is épp elég szupererő. Hétszűnye volt neki. És kapanyányi monyókja. Itt van. Igen. Na jó. És Mazur, te mi lennél? Hát... Most egy pillanatra eljátszottam a gondolatot, hogy Piroskából a farkas, de ő út véget ért. De Piroska szeretném inkább. Hát a vadász, nem, őt kivágják ott végül is a farkasasából, vagy a nagymamát vágják ki? Nem, ez a sebészpálya, ez se vonzott soha. Milyen mes? Lennék Jamie és a csodalámpából Jamie. Aha. Akinek volt a csodalámpája. Tök jó. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen beszívott mese volt, de nem ezért néztem nem. Kiskoromban. Nem kevésbé, mint a varázsszerúda, a lengyeleknek a... Én a barba papából lennék a barba papa. Ja, hát... Szóval annyit mondanék, hogy hüp-hüp-hüp, barba trükk. És simán átalakulnék mondjuk kanapévá, vagy bármivé, vagy szittyóvá tudnék átalakulni. És aláírnád a fizetési papírodat. Aláírnám a kétszer akkor a fizetési papíromat. Szerintem ez egy jó mesehős. Csak a papír lenne, A4 lenne. Igen, kétszer akkor a fizetési papírt kapnék. Na, a következő kérdés azt mondja, hogy ez Kis Bence. Segítségünket szeretnék kérni, az előző GameStar-ban olvasta, hogy van egy macskám, mármint nekem, ő neki van egy lánycicája. Nekem van, de neki is van egy lánycicája, akinek szeretne egy nagyon szép, különleges nevet, várja a javaslatainkat. Lánycicának? Egyértelmű, hogy Szerénke. Szerénke. Ti még emlékeztek arra a Lukrécia is? És Szerénke? Legyen Bandi. Csak hogy összezavarja a szomszédokat. Bandi? Uh-huh. Igen, nekem is volt a lánycicámat, nekem Kovács Istvánnak. Kovács István. Én mindig arra emlékszem vissza, hogy a bátyám gimnáziumában járt egy hölgy, kint láttam a tablóján, úgy hívták, hogy Szende Kicsi Ajándék. Jaj, de szép. Én ezt a nevet javasolnám a cicának. Köszönjük. Esetleg ahogy kezdtük, remélem. Szerénke, Bandi, Kovács István, Szende Kicsi Ajándék. Szerintem ez a rövid név, ez abszolút megfelelő lenne. Nektek mi a véleményetek a tetoválásokról, kérdezi Gedei Tamás. Gondoltatok-e valaha arra, hogy csináltassatok egyet? Persze, mutatom. Szerintem nagyon hasznos a tetoválás, például tudjuk, hogy be van oltva a veszettség ellen a kutya. Esetleg, ha a fülét tetováljuk, tudjuk, hogy kié a kutya. Igen. Vagy esetleg, hogyha tetováljuk a tehenet, tudjuk, kié a tehén. Így azt van. Billogozzák. Azt ugyanez is a kutyát. És ti gondoltatok már arra, hogy tetováltatjátok magatokat? Jó, magunkat. Én gondoltam rá, és arra jutottam, hogy nem. De miért nem? Azért, mert nagyon érzékeny bőröm van, és totál elragyásodnak. Magyarán nem tetoválás lenne, hanem ilyen heg rajzolat. Van. Hát bizonyos afrikai törzseknél az állati menő. Ja, de nem igen, vagyok bizonyos afrikai. Kicsit sötétebb bőrűek, mint Ender. Világos. Mazur? Hát nézd, Gyum, én továbbra is egy nagyon komoly testformáló program előtt állok, még a deltát még nem nagyon építettem föl. Csak egyelőre még csak a bétánál tartasz. Papíron létezik, így van. Úgyhogy nem merek addig tetováltatni, mert ki tudja, hogy ha már így előjönnek ezek a igazán komoly izomkötelek, akkor lehet, hogy valami trágár dolog. Ismered a régi viccet, nem? Amikor egymás micsodáját nézegetik a fiúk ezt nem ismerem. A 20-as években, és az van az egyiknek, ami csodájára írva, hogy Róza. És azt mondja, de hát ember, miért tetováltattad oda a barátnő nevét? Á, ne is mondd, csak bementem a hideg vízbe, eredetileg azon rá tetováltat, hogy Horthy Miklós kedvenc matróza. Ez egy ősi és igen tanúságos történet a hideg víz és a tetoválás kapcsolatáról. Én ezt úgy ismertem, hogy W és Y látszik, és mondja az egyik csem, hogy mi az, hogy W és Y? Hát a barátnőm nevét tetováltattam rá, hogy Wendy.
De látom, hogy neked is W és Y van. Neked is Wendy a barátnőd? Nem, nem, nekem az van ráírva, hogy welcome to New York City and have a nice day. Hát végül is. Egyébként képzeljétek el, hogy Gedei Tamás, ő a Max Payne nevet és a Half-Life jelet tetováltatná magára. Még, tetováltassa. Így egyszerre. Méghozzá a jobb vállára a Half-Life-ot és a vádliára pedig azt, hogy Max Payne. Ti, ha játéknevet tetováltatnátok magatokra, tételezzük ezt fel, ha nem lenne érzékeny bőre mondjuk Endernek, melyik játéknevek lennének ezek? Maradjunk egy vonalkod a tarkóra. Az jelent valamit, vonalkod a tarkon, mindnyájan vonalkodott, használnátok a tarkon? Én nem, csak mondom egy ötletet. Hát... Nem. The Sims Family Fun Stuff, vagy olyan kiegészítő pont nem volt? Nem, valami ilyesmi biztos volt. Ennek a kombinatorika persze. Logikája alapján előbb-utóbb kell lennie ilyen kiegészítő. Haladjunk tovább, Száz Zoltán megjegyzése következik. Megvettem az e-havi GameStart és egyből a GSTV mostani adását kezdtem el nézni. Ebben annyi volt a baj, hogy 5 perc után bejött a Legyen Ön is milliómos egyik adása az RTL klubról, nem tudom mi lehet a baj. Ja, ezt nekem a csatorna nevét nem mondjuk. Igen. Tehát bejött a csatornáról a Legyen Ön is milliómos adása, mi lehet a baj? Hát tanácsoljatok valamit Száz Zoltán. Azt nem kopiztad ki, amit válaszoltam neki? Nem, azt nem, azt nem küldted el nekem. Jó, az volt, hogy én sem emlékszem. Pedig állítsz, nem valami PC volt. Nem, valami TV-tunerrel kapcsolatos, nem? Ezt nézett a... Tehát hangolját a TV-tunerét, igen. Hát lehet. Esetleg másik csatornát nézen. És nem tűnt fel neki, hogy az a játékos az a csonti volt? Nem. Vagy ahogy néhányan szólítottak a azt mondta, hogy szittyó. Nem tudom ki az a vágó, arra én már rájöttem, hogy az Vágó István lehetett, mert csak ő lehetett. De rá kéne szólni. Hol van Berkenye? Ne arcátlankodjon bele. Berkenye, rád van szólva. Hát hogy lehet az, hogy a mi adásunk közben egy kereskedelmi adó ment a GSTV-ben? Teringette. Eljje-benje. Tehát komolyan. Beripeled itt a kereskedelmi tévéadót. Hát ettől lesz 5,5 óra a műsor, belerakunk 1 órát ebből a kereskedelmi adóból. Hát a legközelebb felbukkan benne valaki, akkor szerintem vegye igénybe a közönség segítségét, és akkor igen. Felezzen. És ne is áruljuk el akkor azt a szakmai titkosságot, hogyha egybe leadtuk volna a Csontinak a szereplését, akkor már ő minket. Tettek volna micsoda? Minket. Valami tengerparti nyaralásra vittek volna minket, ahol száraz homok van. Nem biztos, hogy annyira jó lett. Miért nedves homokos tengerparton jobb? Vannak ezek mozult. A jogi ingyombingyanok, tudod. Igen. Mit lehet felhasználni? Engedély, és milyen hosszan, hogy visszatérjünk el a tetoválós. Mind neked például a más világban, a GST-ben. Így van. Ez a fiúk engedélyeznek bizonyos klipekből. Nem mindegyikből engedélyeznek sokat. Néha örülünk neki, mert hát a klip nem annyira jó, néha nem örülünk neki, mert nem annyira rossz. De hát ez van. Haladjunk is tovább. Répási Gergő leveléből fogok idézni. Lehet, hogy most kifogtok röhögni, de nem hittem a szememnek, amikor odakapcsoltam a tévét a Fix TV-re. Bocsánat, a másik tévéadóra. És már 13. És látom, amint a GameStar team a tévében szerepel. Mi azt, a Fix TV-ben? Azt hittem, lemegyek hídba és vissza. Épp egy játékot írtak, és azt kommentáltátok, nem volt egy NFS, de azért az is szimpatikus volt egy kis utcai versenyzésre. Épp ez játékot a Invictus-os látogatásunk volt, amely megjelent ezen az adón is, ami Budapesten és körzetén fogható. Ez már a szokásos világdominanciánk része. Ezek olyan a Fix.tv, holnap a világ. Összefonódások, mint ahogy a Microsoft, meg a Bungie, meg a stb. Összefonódtunk a Fix TV-vel. Ez azt jelenti, hogy a jövőben többször megjelenünk mi azon a tévén, és ők is meg fognak jelenni a GameStar TV-ben. De legalábbis a zsomborra. Persze rossz az, aki rosszra gondol. Úgy csinálunk, mint polipok párzáskor. Azok hogy csinálnak? Ez egy érdekes. Összefonódnak. Összefonódnak. És tintás, ott is használják a tintát? Vagy csak... Vagy ez nehéz biológiai kérdés? Legnagyobb síkosítónak szerintem. Fúj! Ezt vágjuk majd ki, ez nagyon undorító volt. Az óceánban párosodni, mint egy... Mi különböztetik még egy nagy bödön vazelin? Srácok, ez nem a GSTV XXX. Nem tudom, hogy tisztában vagytok ezzel. A polipornó az már ki? Polipornó az állatpornó. Azért az már a durvább része. Jó, akkor ez csak polip szeretkezés, jó? És jó, polip szerelem. Polip szerelem. És akkor már lehet romantikus. Így van, genitáliákat nem mutattunk, így van. Meg se találnánk a polipon. Valahol itt a... Na mindegy. Igen? Kozma András. Folytassa. A lába tetszik a lábadat tőle. Inkább ne. Mind a 8-at? És hány lába? Kozma András Lászlónak van egy üzleti ajánlata.
Szeretné megnézni a GameStar szerkesztőségét élőben. Ez egy clue. Bocsánat, meg odafigyeljetek. Figyeljetek már ide, az Isten megáldjon benneteket. Kozma András Lászlónak van egy üzleti ajánlata, szeretné megnézni a GameStar szerkesztőségét élőben, aki elintézi neki, megkapja az összes World of Warcraft kollektor kártya készletét. Remélem, nem tudtok nemet mondani erre, mivel WoW-mániákusok vagytok. Az ki? Az apró neten. Én hirdessem meg szerintem. És az abból befolyt pénzösszeget Mazur bankszámlájára utalja. Mazur sokat emlegetett bankszámlájára. Hát nézd, nekem van egy ilyen WoW kártyajátékom, de mivel egy kártyapaklin van, háig nem tudtam kipróbálni senki. Hát olyan, mint a sakk, érted? Elég egy sakk készlet, hogy magaddal játsz végül is. Hát, sose szeretem. És mindig nyersz. Hát, vagy mindig veszítesz, tudod. Hát, és mindig meglepődsz a lépéseiden. Igen. Mekkora egy szemétláda, hát hogy sarokba szorít. És szoktál csalni? Amikor magaddal kártyázol? Inkább arról beszélünk, hogy mennyire nem vagyunk mi WoW kockák. Én nem is értem, ez itt az egy másik magadni szerkesztősége, ami mi nem vagyunk. Az, hogy WoW kockák vagyunk, a kedves olvasó írta. Ki vovozik itt az asztalnál ülők között? Én a kártyajátékról beszélt. Csak te vovozod? Vovozok már heti egyszer. Aha. Kazsuálban. Szigorúan kazsuálban. És hogy akarod mondani Illidenre? És hát Grúra csak amikor úgy így este hajnal egykor befejeztem. Egyedül. Arra csak úgy egyedül. Beugrok. Bepotizzok, azt lemegyek. Kötözök közben. És hogy viseled? A heti vozást, egyet. Ja. A heti egyet? Ez egy ilyen interfamiliáris családközi megállapodás volt. Magyarán azt mondta a leendő feleséget, hogy vagy a WoW, vagy ő. Nem, azért idáig nem jutottunk el. Az esküvőig nem fogok intenzíven játszani. És a nász éjszaka akkor egyből réd. Igen, hív a Gyula. A Gyula, innen üdvözöljük Gyulát. Szia! De ez egyébként egy érdekes megállapodás, és mindenkinek javasolunk ehhez hasonlót, aki hasonló problémákban szenved. Mint, feltételezik róla, hogy WoW kocka, pedig nem is. Ja. Mert mi sem vagyunk azok. Következő válaszunk... Ez de nem volt előbb meggyőző. Tehát te nem vovozol, mert lotrozol. Te nem vovozol, lejárt az accod, nem újítottad meg. Nem. Te pedig már... Én már Isten tudja, mióta nem vovozol. Március 15-e óta. Petőfire gondolva mondtam le az accentot. Én már a Warcraft 2-nél abba hagytam. Jó. Srácok, most jön a következő történelmi személyiség, Corvin Robert. Uh-huh. Személyesen úgy látszik, őról kapta Corvin közis a nevét. Nagyon tetszik a GameStar TV, végre interaktívabbak lehettek. Gratulálok, már csak azt nem érti, miért nem csináltok valami stúdiós jellegű hátteret az arénában. Hát, kedves Corvin Robert! Ez mind CG, és egy napig látjátok, renderelte Berkenyel. Nézzétek, három kamerából vesszük fel ezt az egészet. Hátunk mögött kék háttér van. Nem is a Balatonnál vagyunk, hanem a Madách Imre utca 13-14-ben ülünk. Egy puffon támaszkodok, és ezt az asztalt igen, is. New Yorkból jelentkezem közben webkamerám. És real time-ban renderelik a hátunk mögé a fákat, meg ezt az egész fa... Mi ez? Falevél? Vagy mi van a fa? Faház. Faházat is, sőt az embereket is, és az árnyékokat is real-time-ban, tehát... Azóta már lecserélt egy gyógy textúrát, most már kőház. Pixelsédel három vetű madurajt arcára. Igen, különböző árnyék effekteket is valós időben rendereljük. Voltam a fejemet, ha jól tehát nyugodtan elmondhatjuk kedves Corvin Robertnek, hogy már is használjuk a profi hátteret, blue box, green box, black box és yellow box egyébként, technikával is dolgozunk egyszerre. Egyébként, hogy komolyra fordítjuk a szót. Elmondhatjuk néhány mondatban, hogy terveink között szerepelnek ezek a komolyabb technikák alkalmazása a GameStar TV-ben. De ez még a jövő zenéje. Mindenféleképpen szeretnénk olyan típusú háttereket használni, mint a CNN, például kapcsolni az afgán és az iraki GameStar tudósítókat is. És akkor így mutathatjuk mi is ilyen kamu háttér előtt, hogy itt láthatók, ahogy haldokolnak a kalandjátékok. Itt az RPG-k mennek fölfelé. Itt meg az FPS-ek állók. Jobbra tőlünk a kínai farmerek farmolnak. Jó lesz. Következő hozzászólónk Eisenbart Pál lesz személyesen. Aki szerint nagyon jó lett a 200 perces műsor, ő le lehet maradva egy-két hónappal az azért. Ez két hónappal ezelőtt volt. Nem, na, lehet, hogy még csak a... Lehet, hogy az 5,5 órását nézi, csak még ott tart. Ja. Berkenye kiválóan kamerázott, gratulálunk Berkenye! Berkenye egyszer ide jönni, mert integesbe a kamerába. Gyere már Berkenye, mondj valamit! Viszont a hangokkal nem volt teljesen megelégedve. Az is a Berkenye, majd el lesz felekelve. Aki hangszoron hallgatja a kommentet, annak néha fel kell hangosítani ahhoz, hogy tisztán hallja, viszont egy jó fülesben már nem lehet ezt tapasztalni. Na, hát akkor meg. Beszéljünk hangosabban és érthetőbben. Vagy vegyenek jó fülest.
Mindenkinek javasoljuk, hogy legyen jó füles. Hát például... ez a világuralmi terveinknek a része, mivel a Beyer Dynamica van egy ilyen... 1-800-GameStarFülesek.hu. Ja, itt, és, ott és az itt vehetsz GameStarFülestolcsón.hu. Vagy ha nem fülest, akkor legfeljebb. Egyébként van ilyen, nem? Vagy ez egér? De lehet rendelni mindenféle jókat a Mediashop-on. Mediashop.idg.hu. Így van. Vagy ha a füles nem is, akkor legalább egy Robert Gidát. Egy Robert Gidát esetleg. Elnézést. Milyen jó újság volt a füles annak idején. Itt van egy hosszabb történet, az a lényege, hogy van egy olvasónk, méghozzá Zsigovics István, akinek az édesanyjával gond van, aki beszólt neki, hogy szép magyarosan fogalmazzak, hogy miért GameStar-ra költi a pénzt, amikor az állítólag drága, és ezzel szemben Zsigovics István azt hozta fel ellenpéldaként, hogy annyiba kerül, mint 4 doboz cigi, és az édesanyja ne dohányozzon, mert az még káros is az egészségre. Milyen zöldet lehetne venni ezért a pénzért? Milyen zöldet? Milyen zöldet? Hát én hát fűmagot. Egy... Na de milyen golf fűmagot, vagy focipályos fűmagot? Nem, ezt a Commerce-et, amit a Baum Max-ban lehet venni. Hát mondjuk olyan 1,2 grammot. Na most, hogyha bemegy a Baumaxba és 1,2 gram fűmagot akarna venni ezért a pénzre, lehetne sokkal rosszabb és kártékonyabb dolgokra is költeni ezt a pénzt. Igen, például lehet belőle venni sósavat és kiöntögetni az utcán. Például. Így van. Egyébként igaz, el lehet küldeni az etióp éhezőknek, de akkor már inkább jobban jár, és mi is jobban járunk, ha GameStar vesz, és azt küldi az etióp éhezőknek, esetleg belecsempész egy zsíros kenyeret, mert hát nem csak kenyérre él az ember, és biztos ők is a nehéz időszakban szívesen vennék, hogyha hát nem is értik, de átlapot. Szerintem Etiópiában nagyon sok potenciális jövőbeli gamer van, hiszen elég alacsony a számítógépes penetráció. Hát meg nem annyira akarnak kimenni focizmusbarra, szívesen játszanak. A szóval de Minesweeperben egyébként nagyon jók. Kezdjük vezegetni a politikai korrektség határaidat. Egyébként az egyik általános iskolai osztálytársamnak mondta azt a tanárő, amikor kidobta a Mike Rémes szendvicsét, hogy az etióp gyerekek bezzeg milyen szívesen megennék, és mondta neki, hogy jöjjenek ide, odaadom. Egyébként annak idején, amikor én elsős, elsős általános iskolás voltam, és a villa végére tűzött mákos tésztával dobáltuk egymást lent a menzán, akkor tanárnő bejött és ordibált, hogy hát hogy képzeljük ezt, amikor Vietnámban gyerekek halnak éhen. Másnap elkezdtünk egy szedj össze minden száraz kenyeret otthon mozgalmat, és az iskolában kb. 3 tonnányi száraz kenyér összegyűlt 2 nap alatt, hogy küldjék el Vietnámba, és ezért kaptunk intőt. És azóta se értem, hogy miért. Pedig mi jót akartunk. Azért, mert szarkazmusnak értékelték a tanárok. De hát egy elsős általános iskolástól milyen szarkazmust értékelték? Úgy vették, hogy le akarod kenyerezni őket. Vagy a zsemle morzsára jöttek a hangyák. Annyi oka lehet gyunk. Hát például szegény igen. Vietnámiak azóta is várják. És éheznek, várják a magyar kenyeret, szerencsétlenek. Azóta a 70-es évek óta, ez igen, igen borzalmas. Ha már a kenyérről van szó, és hadd kössük át Zsigovics István hosszú levelének második részére, tanulságos történetet mesél, játszott a Neverwinter Nights-al, és a játék közepén kidobott egy zsák krumplit, amire a játék végén szüksége lett volna, de ekkor már nem tudta megszerezni. Tanulságként azt mondja, sose dobd el a zsák krumplit. Ebben van a hűtőben. Tanulságként... Ti dobtatok már el a zsák krumplit valaha? Nem, abba hagytam a Neverwinter Nights-ot a tutoriál. A krumpli előtt? Így van. Tehát így megjelent a krumpli az inventoritban, és azt mondtad, hogy ha itt krumpli van, akkor ne tovább. Én inkább ledobni szoktam a zsák krumplit, mint eldobni, mert általában nagyon nehéz. Úristen! Ajaj, jönnek a felfelé. Szerintem körkapcsolással. Háttérben komoly támadásnak igen. Lehetünk itt, rögtön ezek, partra ezek szállás lesz. Ezek a partról jönnek? Vajon? Igen. This is where we Thor Heyerdahl próbálja. This is where we drink the beer! Ez a 26,5 nevű filmnek lesz az első része. This is where we eat the magyarul van. Hogyan lehetnek? Na, gyorsan még 2 kérdés. gyorsan, lopják a magyarul! Utolsó 2 kérdésünk, ami... Nem, már is vége. De rögtön... Vagy meg! Miért már nincs sör? Jaj, de jó. Ügyesen. Bogdán Péter kérdése. Díszletsör. Tehát Bogdán Péter kérdése következik. Ti hogy bírtátok ezt a hihetetlen hőséget? Mit tettetek ellene? Hideg söröcske, stb.? Nem. Mazur, dugd el a sört gyorsan. Ti hogy csináltátok? Hogy éltétek túl ezt a... Mert most itt a Balcsi parton pont kellemes hűvös van. Igen. Ha akarnánk, bemehetnénk a vízbe. Nem felvágásból. Például a bőjéknél kitört az ablak. Bementünk dolgozni, hogy és legyen ott van légkondicionálás. Igen. Szia, azóta örömmel járunk dolgozni. Nem is mondom el, hogy hol lakok, mert nem mondom el.
Én hallottam ilyen taktikákat, hogy le kell fagyasztani mélyhűtőbe hidegvizes flakonokat, és azt kell a ventilátor elé tenni, de nem jött be. Úgyhogy... Szétvágta a ventilátor a palackot? Nem. Nem? Semmi? Hát oda tettem, én csak gondoltam, hogy ennek az lesz az eredmény, hogy hűset fog szivattyúzni, vagy ventilálni, de nem történt meg. Mazur, te kertes házban laksz, sokat toltatok kint a kertben a nagy hőség alatt? Rengeteget, ha csak tehettük. Nem. Egyébként nem. Az az igazság, hogy... Kertesházak belül hűvösek. Igaz, de én az a baj, hogy az én dolgozó szobám, ahol a kis kuckom, szentélyem, munkasarkom van, az a tetőtérben található. Tehát az a hatalmas halomcsik, amin a számítógépet tartod. Pontosan. És ott, hát ez a tetőtérnek lesz a széle, ahol ott lehet. Na, ez egy hőcsapda. Nevezzük nevén. Ezt szakemberek kihívtad őket, megmondták, ez egy hőcsapda. Dehogy is, ott van a boiler is, mert ugye a hőfölfelé száll. Annyira azért nem. Viszont kiváló lehetne a páratartalom is, ideális a hőmérséklet. Gombákat nagyon jól lehet tenyészteni, ahelyett én inkább ott dolgozom. És mi eléggé oda vagyok kötve, ahol a gépen van. Lábadat is mutasd. Nem magamon tenyésztem a gombákat. És szóval oda vagyok én kötve, ahol a gépen van. Úgyhogy körülbelül 3 ventilátor fújja rám a levegőt, és közben rettenetesen csúnyákat mondok, és naponta körülbelül 16-szor zuhanyozom le. Én ez az én... Így nyomom, na. Így és nyomom. Ender, te? Te egész nap bemoltál. Mondom, én bementem dolgozni. Igen. Ennyi? Uh-huh. Egyébként ritkán látjuk az Endert. Ebből a kislányból nagyon fura hang jött ki, ezt nem tudom sikert előzíteni. Nem valami ilyesmi volt? Nem, mint hogyha valami... Őskáoszbeli démon akart volna kitörni belőle, de aztán, mint a lehet, hogyha visszafelé lejátszuk majd a felvételről, akkor ki fog derülni, hogy elviszem a lelketeket. Lelassítjuk 32-szeres. Utolsó mai kérdésünk Zsúró Tibortól. Most már az újságosnál veszi az újságot. Lehet, hogy 666-on. Több mint egy éve látott egy jó stratégiai játékot, és nem találja. Mai korban játszódik a játék bonyolult játékmenettel, és inkább gazdasági. Ha van valami ötletetek, segítsetek. Mi? Nézzetek okosabban. Egy évvel ezelőtt volt egy stratégiai játék, ja. Ami mai gazdasági körülményeket szimulál. És bonyolult játékmenettel rendelkezik. Transportál. SimCity 1 volt, csak most látta. Ez régi már. Nem, az ja. Volt ez a... Tudtán volt valami ilyen New York City is. City Life. New York City Life. Big New York. City Life. Big City. Azzal nem játszottam, de hallottam a rádióban. Nem lehet, hogy ez erre a játékra gondol? Nem az Big City Life-ra gondol, vagy a City Life-ra, az most volt a konkurens magazin teljes játéka, biztos, hogy nem ezzel szeretne játszani. Volt egy ilyen stratégiai játék, amiben Észak-Amerikát kellett elfoglalni. Big Mother Trucker-re gondolt. Nyilvánvalóan, hát ekkora a Big Mother Trucker. Mai gazdasági körülmények ez szimulál. Bonyolult a játékmenet, mert ugye figyelni kell a táblákat, meg a sebességkorlátozásokat. De hát ki az a Dave Perry, és mit akar itt? Nem Dave, tudom, el lehet menni. Egyébként szerintetek miért van az, ez csak úgy magamtól teszem fel ezt a kérdést is spontán. Miért van az, hogy évek óta próbáljuk megkérni a kedves olvasókat, hogy ne a arénába küldjék a jó videokártyája, a Radeon X 1950, illetve az Elakadtam a Prince of Persia a második részében című leveleiket, amikor már régóta mondjuk nekik, hogy ezeket a fórumon tegyék fel. Biztos azok küldjék, akik az 1999-es GameStar-t olvasták utoljára. Volt akkor már GameStar? Volt. 99 októberében volt az első GameStar. Na, Mazur még akkor nem dolgozott itt? Nem. Ő még akkor valami financiális... Igen, a pénzügyterületről csábítottuk át. De neked kéne tudni, hogy mi volt az a játék. Hát igen, mondd meg azonnal, hogy mi volt. Valami irodai szoftver lehetett. Microsoft Office, nem, Sims Office Edition. Jó, hogy neked politikusok kéne menned. Abev, hogy Abev 2007. Hogy beleszőtted itt az arena. Az jó, a grafikája kicsit. Ne ide küldjétek már ezeket a leveleket. Meg az a baj, hogy bugos is. Figyelj, srác. Ne ide küldjétek a leveleket. Jó van. Ez. Jó van. Respect. Ugye? Jó. Jó. Nincs békosnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok önök a GameStar Arena-ban. Nektek nagyon van szívesen. Kérdésetek az olvasókhoz? Mert ilyen rovatunk még nem volt. Most kérdezünk mi, és arena@gamestar.hu-n, ahelyett, hogy megkérdeznék, milyen hardware, illetve hol akadt el, mi most felteszünk egy kérdést, mindenki egyet, igen. És erre válaszoljatok, ha bírtok. Hány évesek vagytok, milyen jövedelem státuszú családban nőttetek fel, milyenek a fogyasztói szokásaitok az FMCG termékeket, illetően... Figyeld, FMCG. Fast Moving...
Mit tudom én? Consumer. Computer graphics. Computer graphics. Igen, Mazur kérdése? Hát hány éves a kapitány? Hány éves a kapitány? Ender kérdése? Hát... Hát... Válaszoljanak nyugodtan. Kérdezz meg, hogy Mizu. Mizu. Én azt Ender kérdése, hogy Mizu. Ender kérdése, Mizu. Én azt a kérdést tenném fel mindenkinek, hogy eljönnének velünk a Balatonra jövőre. GameStar vitorlás kupára. Eljönnének velünk kempingezni? Valaki ugye, ha már politikusságra beszéltünk, ezt is azért fűzzük bele, hogy azért vagyunk itt, mert itt GameStar vitorlás kupa lesz holnap. Helyesebben már volt hetekkel ezelőtt, volt amikor holnap. Ti ezt nézitek. Uramisten, kiléptünk a téridőből. Téridő kontinuum, igen. És Lajkával kommunikálunk a kutyán keresztül a Mirűr állomáson. Tényleg, ti mit szóltok az a reklámhoz most? Mindenki ismeri ebben az országban, amiben két komikus szerepel, és az egyik az időgépbe beleülnek, és akkor beesnek a Nintendo-ba. Azt tudom, de ők nem komikusok, ők 10 éve voltak komikusok. És most mik? Már nem. Hát nem tudom. Most már csak azt hiszik. Most csinálnak ilyen dolgot, így van, ők azt hiszik, hogy komikusok, de már nem. Szerintetek ez is nagyon nem. Gáz ez a reklám? Nem, szerintem nem. Nekem tetszik szerintem a szőke. Nem. A szőke ebben a reklámban sokkal jobban kiteljesedik, mint a filmjeivel. Ugye, nekem az a rész tetszik, amikor épp az bizonytja be, hogy ő körülbelül hasonló testalkatú, mint én, és hogy milyen jól áll neki az a csíkos póló. De most a filmjeire hűmögsz, akkor az végül is valahol eltámasztja azt, amit mondtam. De voltak igen. Neki jó filmjei, csak az utolsó hat. Utolsó hat, az nem volt jó. Hát akkor ennek a szellemében búcsúzunk mára, innen a Balaton szia. Partjáról. Sziasztok, ti megmaradtok? Oké. Hát hány filmet csinált a szülte? Úgy terveztük, nem tudom, de én az országgal már láttam. Hát akkor iszogassatok. Sziasztok, ők folytatják. Én elmondtam mindent mára. Hello mindenki. Most ki vagyunk rúgva az arénából? Menni, úgy most már menjünk okay. Innen végig. Nem, ti maradhattok. Most, hogy így átvettük az uralmat a GameStar Arena fölött. Köszönöm, hogy itt voltatok. Akkor rátérhetünk a lényegi kérdésekre. Mik voltak a lényegi kérdések? A szityó. A bort sikerült kinyitni? Ezt kérdezném. Igen, sikerült, de baromi meleg. Na, mondjál még valamit mindig. Is. Miről? Nem tudom. Nagyon... Köszönj, hogy felvetted a pólódat. Nagyon... Nem bántásiból mondtam. Mit? Csak hát tényleg, na. Ja. Adjuk meg a módját. Ez XL-es? Filmesztelenül megyünk neki a témára. Csak mert csak XL-es van már, csak nekem kéne ilyen, csak mind nagy. Az igazság, hogy ilyet nem osztanak, az sort számozott darabszámok. Szityó, elhangzott az a kérdés itt közben, hogy kaphatunk-e nagyobb fizetési papírt? A4-esre gondoltunk. A0-ásat. Nem, Imre most nézi az újabb papír. Megvan a próbanyomatunk? Igen, megvan. Megvan. Exkluzív pillanattól a GameStar. Akkor ide igen, azt én elhozom. Maradj. De... Nem mondjuk azt, hogy mik a tervek ezzel én a jó kis magazinnal. Szerintem már rég nem megy a kamera a Berkenyen, hanem a szerelőszét éppen. Berkenyen forog még? Hagyja veszik! Hagyja átvett az uralmat az egyik kamerában. Hagyja veszik! Végünk van! Ki nem adja a kezéből? We are doomed! Na most, ha... Próbanyomatról van szó, szóval lehet kisebb de nekem olvasok, valami papírt, furcsa. Papírt fogunk váltani. Exkluzív pillanatokon belül megérkezik az a GameStar, amiben ugyanaz a 8 oldal van 40-szer. Hoppá ide! Az az új papír. Na de milyen 8 oldal? Nem baj, ez is jó. Nem baj, ez is jó. Nem baj, megnézzük a pécsődöt. Uram Isten, csak nem a Malahit, ide valami zenét játsszál majd be. Ez most tök ugyanaz, nem? Bazeg. Nem, tehát meg lehet nézni először is a gerincet. Na, de ezt nem látják. Nem látják a gerincet? Csak rázúmmal, tartsa sokáig egy helyen. Remeg a kezem. Elhiszem ezt, hiszen nagyon nagy pillanat neked most. Nem értem, hogy mi a különbség. Oké. Jó, ezt most elég sokáig tartottam. Jó, most már nyissuk ki. Nagyon jó vagy, na, Szityó. Ez a gerinc, tehát látjuk a gerincet, és látjuk ezt a gerincet. Ja, ez is. Sose fogjuk meglátni ezt a papírt. Kedves olvasóim! De ez a... Hihetetlen világújdonság következik. PC World borító. Figyelem. Kinyitom. Gőztár. És Fallout. Annak is rögtön a második oldala. Ilyen még nem volt. Most minek kell örülni, én ezt nem várom. Van a Fallout-os leégtet. Eddig próbálják szórakoztatóvá tenni ezt a műsorblokkot. Új papír, srácok, új papír. De én nem hiszek ez, mert nekem ez annyira nem tetszik. Terhelésen jobban viselkedik. Terhelésre egy kicsit azt jobb. Kicsit, ráültél, vagy mi? Nem, kicsit vas, tehát vastagabb az látszik rajta. Lassan majd itt nem. Már lekeverheted, mert... Igen, nyilván ez nektek is ugyanannyira izgalmas, mint nekünk. Tessék.
Itt egy alma. De egyébként azt elárulhatjuk. Jézus Mária! Ezt a kép hirtelen azt hittem már itt másról van szó. Hogy ezzel az almával ez a nő, tudod mi? Aha. Ajja. De most akkor ezt teljesen elrontottam az egész arénát, hogy beosztom ezt nem, az üzenetet, és most fogjátok lapozgatni egész végig. Nem, ez és akkor most végezzünk, jó. Kedves GameStar olvasók, egy nagyon egyszerű kis költségszámítást, hogy mennyivel kerül most többen nektek ez az újság. Tehát először is nézzük, hogy úgy számoljuk, hogy mondjuk ez a papír 60 grammos, ugye? Ez ugye jelenti azt, hogy ugye hány, nem azt, hogy így egy lap hány grammos, mert ugye ez így nem lenne egészen 60 grammos. Egy négyzetméter. Négyzetméter. Ajaj. Igen, 60 gram egy négyzetméter. Ajaj. Vannak ilyen nyomdai, tudod? Na mindegy, szóval. Ilyen jó kis újság ez a PC-ből. Megvesszük a tekercset. Ez fake. Így ilyen tekercset megveszünk, ez így föltekercsevik. Nekünk a finn gyárból egyébként, finn gyárból veszük. Röjszkop. Finnből. Industries. Igen. Ja. Most... Tampere. Igen, ez Tampere. A... Stella. Stellának hívják ezt a fantasztikus mint gyárt. Csillag. Ez már üzleti titok kategória. Stella. Jó, akkor ez itt üzleti titok. Most ezt itt ott tekercsbe megveszünk. Ne áruljátok el senket. Ne áruljátok el senket. Eltranszportálják nekünk ide Magyarországra, csak nekünk. Ezek a finnek meg egy kicsit a nagy kereskedőn keresztül. Nem, ez egy tévedés. Mi direktbe a papírgyártól veszük. Abszolút direktbe veszük a papírt. Azért veszük direktbe a papírt, hogy mindig a legújabb papírokat tudjuk eljuttatni, a legjobb és legújabb és legjobb minőségű. Hogy direktben megvesszük a papírt, te most másról beszélsz? Nem, ugyanaz, itt is a papír a téma, hidd el szintén. Na tehát leszállítják a papírt, itt elkezdik, ráteszik a fantasztikus nyomdagépbe, ez itt benne van egyébként, nem tudom, hogy valaki már megnézte, de gondolom még soha nem, az impresszum alján van, hogy kinyomja a mi újságunkat. Hát nem név szerint persze, a cég. A cég, de az is benne van, hogy kinyomja a név szerint, mert ugye az ügyvezető felel, így van. Úgyhogy ő náluk kinyomatjuk a fainkus újságot. Na most vele kell minden évben megalkudnunk arról, hogy minél vastagabb, meg minél több legyen az újság. Így és van. Ő nem akar engedni általában. Úgyhogy ha tudnátok nekünk segíteni, akkor ugye a jövő hét folyamán egy 300-400 fős tüntetést lehetne szervezni a gyárkör, és akkor kicsit jobb lenne. Én azt hittem egyébként, hogy úgy mutatjuk meg az új papírt, hogy ugye lesznek itt változások. De azt nem szabad elmondani, hogy... Igen, ezért is csodálkoztam, hogy most ezt itt már bemutatjuk. De nem, mert nagyon rutinosak voltunk, tehát ez semmiben nem sugározza a változást. Nem kell megijedni, nem PC Word lesz remélhetőleg a újság. Tehát eltakartunk mindegy, elsnitteltük az egész változást. De azt kell tudnotok, hogy igazából amit kapni fogtok, az... Igen. Nem mondok semmit, már megint túl sokat beszélek, semmi. Elharaptam az utolsó mondatot. Nagyon érdekli őket. Igen, cseréljünk egy partner, mert nem olyan, Ender nem szokott. Én nem hiszek ebben a partner cserés dolgban, ne hallom. Én konzervatív. Swinger. Néha egyébként... Itt a feleséget szítjú, úgyhogy ezt itt milyen meglepő csöndet, mikora figyelmet vívták ki magad, és nem sok perc alatt. És ráadásul ezt most néhány 10,000-en. Zero! Mit csinálsz? Zero, mutasd a bánát! Online hangot. Akkor nekezdjünk el politikai nem korrekt dolgokat mívelni az asztal. Szerintem lassan a hűtő felé orientálódik. De egyébként a borok be vannak hűtve, benne van hűtve a borok. És mikor fogjuk egyébként, mikor fogjuk felfedni azt, hogy mi lesz az újdonság? Amikor ezt már mi is szeptemberben, mert akkor már muszáj. Mely milyen újdonságról beszélünk? Tudod! Jön. Nem. Az augusztusiról, vagy a szeptemberről? Nem. Jaj, melyik az augusztusit az, már fel? Az augusztusit még nem fedjük fel. Nem fedjük fel. Szeptemberig pláne nem fedjük fel. Meg tudjuk kérdezni, hogy tetszett a... És várjatok. Ez volt a július de is hiszem. Várj, az augusztusit azt már tudják, mert az abban beszélünk. Nem, na hogy tetszett? Ez a júliusi. De nem ennek a melegedét csinálja. Baszki, ez a széridő kontinuum, nagyon jó! Na hogy tetszett a meglepetés? De akkor... Muma 001.
Vagy csak és nem. Vendetta, vagy ez nem a te dökcéduláád. De egyébként... Na jó, én ebből most elhatároltam. Még egyet ott kérdezek, hogy... Képszerint inzultáljuk szerintem a GS Fórum összes látogatóját. És nem, a Muma 0 csak azért vettem elő, mert hihetetlenül rápörgött a srác a fórumot. Minden második kommentjáról szól, hogy mi lesz az? Na jó, hogy egy csáv, aki ráhívázott, hogy... Medal of Honor, ott van a gyúk, jön, Berkenye, labdával, majdnem akkora, ja, mint ő. A hülye nem talál ki, de nem találta ki senki. Nagyon rá találtam. Csak a hülye nem találta ki. Atlasz. Figyelj, gyúk, feküdj fel. A magyarom. Feküdj fel, gyúk. Jaj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 
jó, most beszélhetsz. Hello, GameStar TV Arena nézők. Gyertek, labdázunk együtt. Jaj, ennyi volt, hello. Köszönöm, hogy megtaláltam a papírgyárból, ezt 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 a papírgyárból, ez